Magyarország elutasította azt az uniós dokumentumot, amelyet az EU-arab csúcs kapcsán akarnak aláírni bevándorlásügyben. A vétó miatt több ország is bírálja most a magyar kormányt. A németek például felvetették, hogy cserébe kevesebb uniós támogatást kellene adni Magyarországnak. Vendégem Menczár Tamás tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítésért felelős államtitkár, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye Magyarország nem járult hozzá ehhez a dokumentumhoz. Mi ennek az oka? Mit kifogásol hazánk? Nézd, a külügyminiszter úr arról beszélt, hogy lelepleződött a brüsszeli bevándorláspártiak hazugsága, és itt arra gondolt, hogy érdemes megnézni, mi történt eddig. Amikor ez a migrációs csomag készült, akkor az ENSZ bevándorláspárti bürokratái és a brüsszeli bevándorláspárti politikusok is azt mondták, hogy ez nem lesz kötelező. Azért 9 uniós tagállamot nem sikerült elaltatni, 9 uniós tagállam nem támogatta ezt a migrációs csomagot. És most dacára annak, hogy azt mondták korábban, hogy nem lesz kötelező, dacára annak, hogy 9 uniós tagállam nem támogatta, most mégis minden uniós dokumentumba megpróbálják beletenni, hivatkozási alapként használják. Ez az a hazugság, erre gondolt külügyminiszter úr, ami lelepleződött, hogy bár azt mondták, nem lesz kötelező, most mégis egyfajta bújtatott jogalkotással, ha úgy tetszik, megpróbálják kötelezővé tenni, és megpróbálják hivatkozási alappá tenni. Külügyminiszter úr világossá tette, hogy mi ezt soha nem fogjuk elfogadni. Ez szerint ez a nyilatkozat, ez hasonlóan áll a migrációhoz, mint az ENSZ csomagja? Abszolút, és szerintem ez a tekintetben egy fontos kérdés, hogy ugye bíráltak minket azzal, hogy ez a dokumentum meg akarja állítani az illegális bevándorlást, és azzal, hogy mi nem támogatjuk, mi valójában képmutatóak vagyunk, vagy kettős beszédűek. De ez nem igaz. Ezzel szemben a valóság az, hogy az ENSZ globális migrációs csomagja, mint ahogyan egyébként a címe is mutatja, a migrációt nem megállítani akarja, hanem megszervezni. Egészen pontosan fogalmazva, az illegális migrációt akarja legalizálni. Ennél fogva az összes olyan dokumentum, amely erre a migrációs csomagra hivatkozik, szintén nem megállítani akarja a migrációt, hanem megszervezni, és még egyszer mondom, az illegális bevándorlást legalizálni. Ezzel mi nem értünk egyet, ezt mi a végtelenség elutasítjuk, mert mi a migrációt nem megszervezni akarjuk, és nem az illegálisat legalizálni, ami egyébként a józan észre is ellentétes, hanem megállítani a migrációt, és ott akarunk segíteni, ahol a baj van. Tehát egyébként mi együtt akarunk számos pontban működni az Arab Liga államaival, és együtt is működünk, bilaterális alapon, kétoldalú alapon, V4-es alapon, és azt szorgalmazzuk, hogy ezek az együttműködések határvédelemben, terrorizmus elleni harcban, gazdasági együttműködésben folytatódjanak. Szerintem Magyarország, amennyire a gazdasági erőnkből telik, ebben élen is jár. Ott van a Hungary House program, ami sokaknak segít abban, hogy otthon tudjanak maradni vagy visszamenni. Ott van a határvédelmi program, két oldalú alapon, Tunéziával működünk együtt, V4-es alapon, Líbiával. Ott vannak Exim bankos hitelkeretek, amelyek a gazdasági együttműködést segítik, és van lehetőség igénybe venni őket. Tehát együtt kell működni az arab országokkal, de nem a migrációt kell megszervezni. Volt egy érdekes mondat, volt egy előkészítő tárgyalás, ahol a német EU nagykövetnek nem tetszett az, hogy Magyarországnak ellenvéleménye van ezzel a dokumentummal kapcsolatban, és azt mondta, hogy majd, amikor a 2021 utáni uniós támogatásokról születnek a döntések, akkor emlékezni fognak rá, hogy a magyar kormány hányszor túllőtt a célon az elmúlt években. Azért ez akárhonnan is nézem fenyegetés. Nézze, ezzel kapcsolatban én nem voltam ott ezen a nagyköveti megbeszélésen, tehát hogy melyik nagykövet mit mondott, erről nem tudnék önnek pontosan beszámolni, de könnyen elképzelhető, hogy ott elhangoztak kritikus mondatok. Ezzel kapcsolatban több dolgot szeretnék megjegyezni. Az első az, hogy az uniós források felhasználását európai szerződések szabályozzák, az nem úgy megy, hogy valaki felkel, és akkor egy reggel kénye kedve szerint ezt megváltoztatja, szubjektív szabályokat hoz be, vagy például a migráció támogatásához köti az uniós források felhasználását. Ez az egyik. A másik, most bennünket bírálnak azért, mert nem támogatunk egy olyan dokumentumot, amelyben az ENSZ migrációs csomagjára hivatkoznak. De én azt mondom, hogy lépjünk vissza talán egy lépést, érdemes megnézni, hogy mi előzte ezt meg. Hát ha nem akarnának közös álláspontként feltüntetni egy olyan dokumentumot, ugye a migrációs csomagot, amely egyébként nem közös álláspont, mert az uniós országok egyharmada nem támogatta, akkor most a magyar vétóról nem kellene beszélni, mert akkor ugye, tehát mi előzött meg mit? Ki az, aki először antidemokratikusan járt el, mert szerintem egy nem közös álláspont, közös álláspontként való feltüntetése antidemokratikus. És a harmadik dolog, amit szeretnék mondani, az az, hogy ugye azt mondják most, hogy mi egyedül maradtunk.
Ez egyfelől nem igaz, mert ugye 9 uniós tagállam nem szavazta ezt meg, tehát nekünk vannak szövetségeseink. Az, hogy most ennél a dokumentumnál melyik ország hogyan jár el, azt nekem nem tisztem minősíteni, ennek sok oka lehet, belpolitikai, külpolitikai. A lényeg az az, hogy a magyar kormány elég erős ahhoz külpolitikailag és belpolitikailag is, hogy minden esetben felemelje a szavát a migrációval szemben, és a magyar emberek érdekeit képviselje, és mi így is teszünk. Azzal kapcsolatban meg, hogy elszigetelődtünk, azt tudom mondani, hogy mert ugye ezt olvassa az ember, hogy ezt a vádat, ami egyébként a balliberális bevándorláspártiak vágyálma, ezt mi, hogyha visszagondolok, akkor legalább 4 éve hallgatjuk. Azóta diplomáciai csúcsidőszakot követ, külügyminiszter úr pedig jellemzően, hát hangulatától függően, vagy mosolyogni, vagy hangosan nevetni szokott akkor, amikor éppen akár beolvasom neki, hogy most hol írják azt, hogy elszigetelődtünk. Hát itt kerül egy másik témánk is, a magyar kormány úgy döntött, hogy nem fogadja azt a holland parlamenti delegációt, amely ugye itt Magyarországon szeretett volna tájékozódni a 7-es cikkely szerinti eljárás kapcsán. Miért született ez a döntés? Nézze, itt holland oldalon azt hiszem, hogy a kiindulási pontnál valami súlyos félreértés lehet. Hát a holland bevándorláspárti politikusok nem tudják, hogy Hollandia nem Magyarország felügyeleti szerve. A holland bevándorláspárti politikusoknak meg pláne semmilyen jogalapjuk nincs arra, hogy ide jöjjenek és Magyarországon vizsgálódjanak. Mi lenne, hogyha mi is összeállítanánk egy vizsgálócsoportot, elküldenénk Hollandiába, hogy vizsgálják meg, milyen demokrácia az, amelynek a nagykövete, az előző Holland, az iszlám állam terrorszervezethez hasonlította Magyarországot, pusztán azért, mert nemet mondtunk az illegális bevándorlásra. Mi lenne, ha mi is összeraknánk egy ilyen csoportot? Azt is látni kell azonban, hogy Judith Sargentini is holland, Frans Timmermans, a bevándorláspártiak európai vezetője is holland, tehát ők nyilvánvalóan a kapcsolataikat mozgatják. Ha jól tudom, akkor Frans Timmermans pont a mai napon fog valamelyik holland bizottságban Magyarországról beszélni. Biztos nagy lelkesedéssel segíti majd a Magyarországot kritizáló bizottság munkáját. Menczár Tamásnak köszönjük, hogy a vendégünk volt.